Köszöntök mindenkit. Felolvasással kezdjük ezt az alkalmat is. Tompán vagyunk, a Zsilinszky családdal ülök itt az asztalfőnél, és egy önkéntes mikrofontartót kérnék szépen. Viszonylag közel a számhoz, bár mondjuk nekem elég erős a hangom, úgyhogy ez a terem végéig is kér, de azért örülök neki, ha valaki tartja. És a család könyvéből ez a 6. kötet, ebből fogom felolvasni a beszélgetés a fiammal részt. Miután a folyótól vezető egész utat Anasztázia tisztásáig egyedül tettem meg, olyan érzéssel értem a már ismerős helyekre, mint ha hazaérkeztem volna. Ezúttal senki sem üdvözölt. Sőt, még imponált is, hogy önállóan vezető nélkül járok a tajgában. Nem kezdtem kiabálni, hívni Anasztáziát, hiszen lehet, hogy saját dolgaival van elfoglalva. Ha majd ismét szabad lesz, megérzi, hogy megérkeztem, és ő maga jön el hozzám. Ahogy megláttam kedvenc helyemet a tó partján, ahol gyakran üldögéltünk Anasztáziával, eldöntöttem, hogy még mielőtt leülök és megpihenek, átöltözöm. A hátizsákomból elővettem sötét-szürke gyűrhetetlen öltönyömet, vékony fehér pulóvert és egy pár vadonatúj félcipőt. Amikor a tajgába készülődtem, fehér inget nyakkendőt is be akartam rakni, de aztán úgy döntöttem, hogy az ing összegyűrődik, és a tajgában bizony ki már nem vasalja az ember. Az öltönyt viszont a boltban úgy csomagolták be, hogy nem gyűrődött össze. Elhatároztam, hogy elegánsan és ünnepélyesen állok fiam elé, ezért fektettem annyi időt és erőt külső megjelenésem megtervezésére. Hoztam magammal hagyományos borotvát, tükröt is. A tükröt a fához állítottam, megborotválkoztam, megfésülködtem. Majd egy kis közeli dombocskára telepettem, elővettem füzetem és tollam, hogy a találkozásról készült tervemet még kiegészítsem azzal, amit az úton gondoltam ki. Fiam majdnem 5 éves lett. Természetesen most már tud beszélni. Amikor legutóbb láttam, még nagyon pici volt. Még nem tudott beszélni, de most már biztosan sok mindent képes tudatosítani. Biztosan egész nap hosszat szóval tartja Anasztáziát, a dédpapákat. Eltökéltem, hogy mihelyt meglátom Anasztáziát, azonnal elmondom neki, miként tervezem a fiammal való találkozást, és mit készülök neki mondani. 5 évig mélyrehatóan tanulmányoztam a nevelés különböző rendszereit, és kiválasztottam közülük, véleményem szerint a legjobbakat és legérthetőbbeket. Lemondtam a számomra szükséges következtetéseket, beszélgettem pedagógusokkal és gyermekpszichológusokkal. Most, még mielőtt találkoznék fiammal, szerettem volna még Anasztáziával megbeszélni az általam kidolgozott tervet és levont következtetéseket. Vele együtt szerettem volna még egyszer mindent részletesen átgondolni. Adjon nekem Anasztázia tanácsot, hogy melyek legyenek az első szavak a fiamhoz, közben milyen legyen a testtartásom. Úgy gondoltam, hogy még a testtartás is fontos, hiszen az apának jelentőségteljesnek kell közben mutatkoznia. De azért előbb Anasztáziának be kell engem a fiamnak mutatnia. Noteszomban az első pontként ez állt. Anasztázia bemutat a fiamnak. Mutasson be neki egyszerű szavakkal, például így. Nézd, fiacskám, előtted a te édes szülő apád áll. De ezeket a szavakat nagyon méltóság teljesen kell kiejtenie, hogy a gyermek anyja hanghordozásából azonnal megérezze az apa jelentőségét, ezért a későbbiekben is hallgasson rá. Egyszerre csak azt éreztem, hogy minden elcsendesedett. Elnémult körülöttem, mintha éberen figyelt volna. Nem ijedtem meg e hirtelen támadt csendtől. Mindig ez történt, amikor a tajgában Anasztáziával találkoztam. A tajga minden lakójával szinte megdermedt, hallgatott, éberen figyelt és latolgatta, nem tartogat-e az érkező drága háziasszonyának valamilyen kellemetlenséget. Majd, ha érezhetően nincs jelen az agresszió, minden megnyugszik. A beállt csendből tudtam, hogy hátulról csendesen Anasztázia lépett hozzám. Már azért sem volt ezt nehéz megérezni, mert hátulról, mintha valami melegíteni kezdte volna a hátamat. Viszont melengető tekintettel nézni csak Anasztázia képes. Tekintetére nem fordultam meg azonnal.
Egy ideig tovább üldögéltem, és élveztem a kellemes, örömteli meleget. Majd megfordultam, és megpillantottam. Előttem mezitlába füvön, szilárd tartással az én pici fiam állt. Megnőtt. Szöszke haja fürtökben hullott vállára. Rövid, gallér nélküli, csalánfonálból készült ing volt rajta. Anasztáziára hasonlított, rám is egy icipicit, de ezt az ember azonnal meg sem tudja állapítani. Amikor megfordultam, kézzel a földre támaszkodtam, így néztem rá, lemerevedve, négy kézlábra állva, megfeledkezve mindenről a világon. Ő is némán nézett rám, Anasztázia szeretettel teli tekintetével. Lehet, hogy a meglepetés hatására sokáig semmit sem lettem volna képes mondani, de a gyermek szólalt meg elsőként. Legyenek üdvözölve a te fényes gondolataid, édesapám. Mi? Te is, persze, te is légy üdvözölve, válaszoltam. Bocsáss meg nekem, édesapám. Miért bocsássak meg? Azért, mert megszakítottam fontos gondolkodásodat. Előbb távolabb áldogáltam tőled, hogy ne zavarjalak, de kedven támadt idejönni hozzád, és veled együtt lenni. Engedd meg, édesapám, hogy csendben üldögéljek itt addig, amíg befejezed gondolkodásodat. Hát persze, gyere, ülj csak le. Gyorsan hozzám jött, leült olyan fél méternyire tőlem, és meg sem mozdult. Tovább négy kézláb álltam zavartan, de amíg leültem, felötlött bennem, hogy komoly, gondolkodó testtartást kell felvennem, hogy amíg, ahogy a gyerek gondolja, befejezem fontos gondolataimat, rájöjjek, hogyan is viselkedjek tovább, mit tegyek. Méltóságteljes testtartást vettem tehát fel, és egy bizonyos ideig egymás mellett ültünk és hallgattunk. Majd a csendben mellettem ülő pici fiamhoz fordultam, és megkérdeztem tőle. Na, és hogy mennek itt a dolgok? Amikor meghallott a hangomat, öröm suhant át rajta, hozzám fordult, rám nézett, egyenesen a szemembe. Tekintetéből éreztem, hogy nagyon igyekszik, de nem tudta, hogy mit válaszoljon egyszerű kérdésemre. Majd mégis így szólt. Én, édesapám, nem tudok a kérdésedre válaszolni. Nem tudom, hogy mennek itt a dolgok. Itt, édesapám, az élet megy. Az élet itt jó. Fontos valahogy folytatni a beszélgetést, gondoltam, nem szabad a kezemből kiengedni a kezdeményezést, ezért hát feltettem neki még egy általános kérdést. No és te, hogy mint vagy? Szófogadó gyerek vagy? Hallgatsz az édesanyádra? Erre a kérdésre azonnal válaszolt. Mindig örömmel hallgatom édesanyámat, amikor beszél, a dédpapákat is meghallgatom, ha beszélnék, mert jó másokat is hallgatni. Én is beszélek nekik, és ilyenkor ők hallgatnak engem. Anasztázia édesanyám úgy véli, hogy sokat beszélek. Többet kell gondolkodni, mondja Anasztázia édesanyám. De hát én gyorsan gondolkodom, és beszélni pedig különböző módon szeretnék. Mi az, hogy különböző módon? Hát úgy, ahogy a nagypapák rakják a szavakat, egyiket a másik után, ahogy édesanyám, vagy ahogy te, édesapám. És te azt honnan tudod, hogy én hogyan rakom össze a szavakat? Édesanyám megmutatta. Amikor édesanyám a te szavaiddal kezd beszélni, az számomra olyan érdekes. Tényleg? Hát ez igen. Na és mi leszel, ha nagy leszel? Megint nem értettem meg ezt a szokványos kérdést, amelyet nem egyszer tesznek fel a felnőttek a gyermekeknek, és csak egy kis szünet után válaszolt. De hiszen, édesapám, én ember vagyok. Értem én, hogy ember vagy, de mivé szeretnél válni? Amikor felnősz, mit fogsz csinálni? Én te leszek, édesapám, amikor felnövök. Majd befejezem, amit most te csinálsz. Honnan tudod te azt, hogy én mit csinálok? Anasztázia édesanyám elmesélte nekem. Na és ő mit mesélt neked rólam? Sok mindent. Anasztázia édesanyám arról mesél, hogy te milyen vagy. Mi is az a szó? Igen, megvan. Megvan. Hogy te, édesapám, milyen hős vagy. Hős? Igen, nehéz neked. Édesanyám azt akarja, hogy könnyebb legyen neked, hogy emberi feltételek között tudj pihenni, de te oda mész, ahol sok-sok ember számára nagyon nehéz élni. Azért mész oda, hogy ott is jó legyen.
Számomra nagyon elkeserítő volt megtudni, hogy vannak emberek, akiknek nincs tisztásuk, és az ilyeneket mindig ijeszgetik, arra kényszerítik, hogy ne úgy éljenek, ahogy ők maguk akarnak. Nem tudnak maguk élelmet szerezni. Nekik, igen, dolgozniuk kell, így nevezik ezt. Nem tehetik azt, amit maguk akarnak, hanem úgy kell cselekedniük, ahogyan valaki más mondja nekik. Ezért pedig papírosokat, pénzt adnak nekik, majd ezt a pénzt beváltják ételre. Hát egyszerűen megfeledkeztek arról, hogy másképpen is lehet élni, és hogyan lehet örülni így az életnek. Te pedig, édesapám, oda mész, ahol az emberek nehéz, hogy ott az életüket jobbá tedd. Megtaláltuk ezt a tanyát nem messze a lakóhelyünktől, körülbelül 2 kilométerre, és 1991-ben meg is vásároltuk ezt a jelenleg a birtokközpontnak mondható tanyát. A tanya az 5300 négyzetméteren, azaz hozzávetőlegesen fél hektáros területen terült el, tele szőlővel, őszi baraszkkal, körtefákkal, és cseresznyefák is voltak benne. Ezek a legfontosabbak, ami ez alma és fa is volt benne. Megvettük, szerelem volt azonnal, és rendbe hoztuk a tanyát, és oda költöztünk a másik évben, amikor ténylegesen át kellett adni a szolgálati lakást. Megint közlekedő helyzetek alakultak, volt, aki azt mondta, itt van ez az egy hold, körülbelül 6000 négyzetméter, 0,6 hektár, vidd, nekünk ez nem kell. Én megkérdeztem a környékbeli emberek egyikét, hogy Jani bácsi, hát én bevándorló vagyok, mert én Békés megye vagyok elméletileg, pontosabban ott születtem. Hát mondom, én bevándorló vagyok, hát csak nem veszem maguk elől meg, akik törzsgyökeresek. Misi, mi tudjuk a partig, jó, onnantól ez semmit érő. Hát 4 évig nem is használták, letárcsázta az üntéző, a volt TS-nek a valakije, utódja, de nem volt beművelve. Hát akkor elfogadtam, hát ha nem kell, akkor elfogadom, majd én megművelem, rakok bele valamit. Amikor a gyerekekkel erről beszélgettünk, hogy mi szeretnél lenni, ha nagy leszel, és volt egy kisfiú, akinek az édesapja buszsofőr volt, és tőle is megkérdeztük. És akkor csodálkozva ránk nézett, és azt mondta, hogy én csak Misike leszek. És mondtam, hogy hát igen, a gyermeki bölcsesség az működik, és az okos felnőttek ezt fölülírják. Hát amit Misi elmondott, mióta Anasztáziát tanulmányozzuk, azóta úgy elgondolkodtam rajta, hogy lehet az, hogy mi ilyen képet nem teremtettünk, hogy legyen ekkora terünk, hogy erdők vegyenek körbe bennünket, és mégiscsak úgy az ölünkbe hullott. És arra jutottam, hogy amikor az ember elindul az életbe, és keresi a saját pályáját, hogyha rátalál, akkor az élet a tenyerébe veszi és hordozza. És valahol nekünk oda kellett jutni, és ezt a teret föl kellett vállalni, és fölkarolni, és művelni, mert hogy van valami szándéka az életnek azzal a térrel meg velünk, és amíg ezt hordozzuk, vállaljuk, addig támogat bennünket, hogyha letérünk, akkor pedig akadályokba fogunk ütközni, és azt próbál majd észhez téríteni, hogy nem arra, hanem erre. Ja, hát azok már, amikor már idősebb voltam, tehát 16-18 éves, akkor a cserkészeten keresztül túlélő táborokat szerveztünk. A Dunán van egy zátony, ahová kimentünk, és akkor egy hétig minden nélkül. Na jó, nem minden nélkül, tehát sátor meg ilyesmit vittünk, de hogy úgymond a civilizációtól távol kipróbáltuk magunkat, és hát például az is egy nagyon jó élmény volt. Egész nap úszni, pecázni, meg evezgetni, tábort üzezni. És az ételt hogy oldottátok meg ott? Hát vittük egy részét, a másikat megfogtuk, tehát halat ettünk. Hát azon a területen ugye növények vannak, fák, virágok, erdő, mező, most már tó is készül, és hát most már körülbelül 8-10 éves ugye a kert, mi 12 éve élünk ott, és mostanra ugye már annyira kivirágzott, kivirult, hogy erre mások is főfigyeltek, és
lehetőséget biztosítunk arra, hogy a kertet meg látogatni lehessen, és a kert látogatásoknak viszont meg az a, ugye a célja, hogy egy élő képet tárjunk ugye az emberek elé, hogy őnekik is, ha képük van róla, képesek lesznek rá. Nekem is nagyon sokat jelentett, amikor kerteket meglátogathattam, bár én ugye nem abból a célból látogattam akkor még azokat a kerteket, ugye magánkerteket, családi kerteket, hanem ugye a díszkertek érdekültek a legjobban. És ugye menet közben jött be nekünk is az Anasztázia, ezelőtt körülbelül egy 8-10 éve, szóval az első két évben nem ezek az elvek szerint indultunk, de az is nagyon érdekes volt, hogy az Anasztázia bejött az életünkbe. A munkánk révén dr. Csicsor János, ő is egy nagyon értékes ember, meg nagyon szép értékeket képvisel. Ő ajándékozta nekünk az első Anasztázia könyveket, és hát azok a könyvek a pócra kerültek, vagy 2-3 évre. És utána a YouTube-on ugye, most már ugye milyen jó, hogy tudjuk ezeket az interaktív készülékeket, meg hát így most már tényleg nincsenek határok, ugye tudomást tudunk szerezni nagyon sok emberről, és ugye akkor volt egy ember, Géci Gábor, aki az Anasztáziáról mesét ilyen nagyon érdekesen, és én nekem akkor ütötte meg a fülem, hogy hát az a nő, az a tajgába, meg ruhanékű, meg háza sincsen, valami ilyen könyvünk van nekünk a pócon, micsoda is az, na gyorsan akkor ugye előkaptam,